A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette. Érdekes társasjátékok, kézzel készített alkotások és némi komoly zene is helyet kapott mai repertoárunkban. Szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Kultúrkép magazin legfrissebb adása. Kérem, tartsanak velünk a következő 30 percben. Kéne ismerni a gazdákat gyokosan, vagy éppen a monopoli társas játékokat, emellett legalább ennyire népszerű a családi kapcsolatokat és baráti társaságokat pillanatok alatt romba döntő UNO-kártyajáték is. A társasjátékok izgalmas világába enged bepillantani az a klub, ami péntekenként működik itt a kiskunhalasi Martonosi Pál városi könyvtárban. Az első igazán komoly, mára talán modernnek tekintető társasjáték az a Rizikó volt, amit hát valamikor gimis korom elején az egyik ismerős kapott valahonnan külföldről egy Rizikót, és akkor onnantól kezdve mi világot foglaltunk. Utána a főiskolai években főleg a szerepjátékok voltak, amik jellemzően előkerültek. Tehát ugye ezek a papíron, kockákkal játszott, több órás, néha éjszakában nyúló hosszú-hosszú játékok voltak, illetve ez mellett azért egy-két társasjáték is volt. Egy olyan 3-4 éve volt az, amikor igazán újra kezdtem felfedezni a modern társasjátékokat. Itt ugye már egy teljesen más világról beszélünk. Nagyon sokaknak a gazdálkodj okosan és a Monopoly, tehát gyakorlatilag az olyan társasjáték, ahol dobog a kockával, és a játék játszik velem. Én nem sok ráhatásom van a játékra, nem nagyon csinálok semmit, csak megteszem azt, amit a kocka mond. És a mai modern társasjátékokban viszont, ha van is kocka, akkor általában ez azért van, hogy valamennyire hozza a szerencsét, de főleg az európai társasjátékoknál a kocka szerepe inkább az, hogy én ezt képes legyek módosítani, tudjak rajta változtatni. Maga a klub az 2019-ben indult a Tekóban. Ez pont az az év volt, amikor egy digitális témahét keretében fölmerült az a kérdés, hogy esetleg lehetne valamilyen kis társasjátékot készíteni a diákokkal. És pont ez volt az a nyár is, amikor én igazából ténylegesen közelebb kerültem a társasjátékokhoz. Tavaly ősszel kaptam egy megkeresést a könyvtártól, hogy itt is fölmerült az ötlet, hogy szeretnének egy kisebb társasjátékklubot működtetni. Itt vidékiek, keceli általános iskolától kezdve nagyon-nagyon sok helyről jöttek már. Tehát én nem gondoltam volna, megvallom őszintén, hogy az elején úgy indultunk, hogy hát itt majd leszünk egy 8-an, 10-en, 15-en és el leszünk, és lényegében a második, harmadik alkalomnál már annyian voltunk, hogy itt a könyvtárnak ez a kis terme már majdnem kicsi volt. Ide 2021 májusában kezdtem el járni rendszeresen, és azóta igazából, amikor csak tehettem, én egy alkalmat se hagytam ki. Nagyon szeretem a társasjátékokban, hogy minőségi időt tudunk eltölteni egy jó társaságban, szórakozunk, és igazából ez is egy nagyon jó kikapcsolódás. Én nagyon szeretek emberek között lenni, és ez tökéletes lehetőség erre, hogy rengeteg embert megismerjek, vagy már meglévő barátaimmal egy élvezhető időt töltsünk. Hatalmas ez a világ. Tehát a társasjátékok világa az jelen pillanatban úgy néz ki, hogy évente világszinten 1500-2000 társasjáték jelenik meg. Ebből Magyarországon, magyar kiadásban egy olyan 200-300-400 játék, ami évente megjelenik. Tehát ez az a mennyiség, ami tehát feldolgozhatatlan, tehát otthon az ember 3-4-5-6 játék után már azt mondja, hogy úristen, sok, meg tele van a polc. Nálam ez a polc egy picit nagyobb lett. Jelen pillanatban olyan 500 játék körül van a gyűjtemény. Teljes mértékben leköt, ott vannak a többiek. Nagyon szeretek például így ismerkedni is.
Én a kollégiumban is rendszeresen, egyetemista kollégiumban lakom, és ott is van társasjáték szakkör. Személyes egyik kedvencem például az ilyen szabaduló szoba jellegű társasjátékok, és nagyon szeretem ezen kívül is az ilyen együttműködő kooperatív társasjátékokat. Nagyon sokan ezekről szerintem nem is hallottak még, pedig nagyon sok olyan társas létezik, amelynek a célja az, hogy együtt, egy csapatként legyőzzük magát a társasjátékot. Én őszintén a legfiatalabb korosztálytól, akár a legidősebbig javaslom, hogy jöjjön, játszott, és annyiféle társasjáték van, hogy úgy is talál egy olyat, ami tetszeni fog neki. Végre nem egy webkamerának, hanem élő közönség előtt muzsikálhattak az alapfokú művészeti iskola diákjai és pedagógusai. Az intézményben a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan egy nagy sikerű koncertet rendeztek. Diákok és pedagógusok együtt muzsikáltak az alapfokú művészeti iskola legutóbbi hangversenyén. A fellépők már nagyon várták, hogy hosszú szünet után az online térből kitörve végre ismét élő közönség előtt játszhassanak. A mai napon a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük itt a zeneiskolában, hiszen nagyon fontos feladatunk a zenei kultúra tovább öregbítése, és ebből a célból úgy gondoltuk, hogy egy koncertet fogunk itt ma megvalósítani. Volt már ilyen rendezvényünk, de mindig tanáraink léptek fel ezen a koncerten, és most úgy határoztunk, hogy diákokkal együtt fogunk színpadra lépni, tehát tanár-diák hangversenyt hallhatnak a hallgatók. Tehát terveink vannak, nagyon bízunk benne, hogy meg tudnak valósulni az elkövetkezendő koncertjeink. Hát nagyon örülünk annak, hogy most hosszú idő után végre közönség elé léphetünk, és nem csak az online térben lesz elérhető a koncertünk. Soltész Anna ezúttal is kedvenc hangszerén játszott. A mostani fellépésének és a választott darabnak nagy jelentősége van az életében. Én zongorázok, és a vadáskoromban nagyon megtetszett ez a hangszer, és elsőben úgy döntöttünk, hogy akkor ezt kipróbálom. Zeneművészeti szakgimnáziumban szeretnék tovább tanulni, amire egy pár éve jöttem rá, mert nagyon magaménak érzem ezt a pályát, és ezzel szeretnék tovább tanulni. Ma este egy Bartók rapszódiát fogok játszani. Ez a felvételi anyagomhoz tartozik, mert kell felvételi játszani egy 20. századi művet, és ezért ezt választottuk. Koncerten több olyan pedagógus is közönség elé állt, akik első tanévüket töltik a halasi iskolában. Mint mondják, fő feladatuknak azt tartják, hogy a képzésekre járó gyermekek motivációját a mindennapokban fent tudják tartani. Úgy gondolom, nem csak a mi pályánkban, hanem gyakorlatilag az összes pedagógus ezzel a gonddal küzdködik. Talán nekünk még szerencsénk van, tehát a motivációra gondolok itt elsődlegesen, hogy ezt fönntartani. Nyilván osztályszinten ez sokkal nehezebb, nekünk azért az egyéni találkozókkal ez egy picivel könnyebb, de ha sikerül megtartani, illetve a zene szeretetét megtartani, vagy esetleg még fejleszteni a gyerekekben, akkor én úgy gondolom, hogy már mindent elértünk, amit szerettünk volna. Pedagógusként az ember több időt a tanításra szán, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy mi is kiálljunk,
mert igazán úgy tudjuk a gyerekeket színpadra szoktatni, hogyha mi sem felejtjük el, hogy mivel jár az, hogy kiállunk a színpadra, egy kis lámpaláz, egy kis druk, és ha nyilván ezt a kollégák átérzik, nyilván a gyerekeknek is többet tudunk segíteni abban, hogy hogyan lehet ezeket a kritikus helyzeteket átvészelni. Varnak és horgolnak, a halasi tűforgatók alkotásaiból nyílt kiállítás a Kiskunhalasi Csipkeházban, idősebbek és fiatalabbak munkái is megtekinthetők lesznek a következő hetekben. Nagyszülők kézi munkája a szekrények mélyéről, napjainkban készült alkotások, gyerekek frissen tanult öltései. Több generációs kiállítással mutatkozik be a Csipkeházban a halasi tűforgatókör. Én a saját munkáimon kívül a családból az édesanyámét és a testvéremét is hoztam. Különféle varrástechnikákat kellett nekünk lánykorunkban találni, tanulni, amit átadtak nekünk, és tévézés helyett ez volt az időtöltésünk, és nagyon szép munkák születtek szerintem. Szálhúzásos, kelim, keresztszemes, horgolások, kötések, különféle dolgokat tanultunk a szüleinktől, nagyszüleinktől, amit most át szeretnénk adni a fiataloknak hagyományként, hiszen ezek nagyon szépek és értékesek. Halason 3 éve működik a tűforgatókör, a tagok egymással is megosztják tapasztalataikat, de a fiatalokkal is szeretnék megismertetni a különböző kézi munkatechnikákat. Ez nagyon jó időtöltés személy szerint nekünk is, nyugdíjasoknak, másrészt pedig azért, hogy tényleg megtanuljuk és felfrissítsük magunk is, hogy milyen szépségek léteznek Magyarországon. A magyarság népművészetét szeretnénk továbbadni, ugyanis itt Kiskunhalason 3 éve működik a tűforgatókör. A könyvtárban alkalmanként itt vagyunk a Csipkeházban, amikor ilyen nagyobb rendezvényünk van, és a célunk az, hogy nagyon sok kincs van a táskákban, bőröndökben, az idősebb korosztály var, és ezt a tudást, ezt a sok-sok-sok kincset szeretnénk továbbadni, tehát megtanítani a fiatalabbakat, fiatal anyukákat, gyerekeket, hiszen amilyennél neveljük a gyerekeinket, olyanok lesznek majd később. Tehát tanuljanak meg gombot varni, tanuljanak meg keresztszemest hímezni, először is tűbe fűzni. Például ez egy óriási feladat. A kertvárosi iskolában ősszel elindult a kézimunka szakkör, és a tűforgatók szeretnének más intézményeket is bevonni ebbe a kezdeményezésbe. A kertvárosi iskolában kedvezőek a tapasztalatok a foglalkozásokról. Varunk így a keresztfonást, a vonalast, többet nem tudok. Láttam, hogy itt készítettetek kis terítőket, könyvjelzőket, miket csináltatok? Mi ezeket csináltuk, amik ilyenek, de én mondjuk egy ekkorát csináltam. A mi iskolánkban nagy öröm számomra, hogy helyben jön ez a tűforgató szakkör, és az én saját osztályomból 5-6 kisgyerek részt vesz rajta. Nagyon nagy örömmel mennek minden második héten erre a foglalkozásra, és várják, hogy megnézhessék itt a munkáikat, amik ki lesznek állítva. Mi is nagyon örülünk neki, hogy ezek a lassan feledésbe merülő technikák, népi technikák most új erőre kaptak, és megtanulják a gyerekek a tűvel és a cérnával, a fonallal való foglalkozást, mert valahogy a családok életéből ez lassan kikopik. A kiállítás megnyitón Kuris István László, a polgármester is hangsúlyozta hagyományok továbbadásának fontosságát. Nagyon örülök annak, hogy vannak Kiskunhalason olyan alkotóközösségek, akik tudnak energiát és időt szánni arra, hogy maradandót alkossanak kétkezi munkával. Ugye ez nem egy olyan technika, amelyhez gépek vagy valamilyen programozás szükséges, hanem valóban szívet, lelket kell beletenni a kézimunkás alkotásokba. Az még nagyobb dolog, hogy korosztályokon átívelő programokat szerveznek, a találkozásokon kívül egyfajta tanítás is zajlik ezekben az alkotó közösségi munkákban, illetve település határokon átnyúlva szerveznek olyan eseményeket,
élményeket, amikor más hasonló szakmai munkát végző közösségekkel tudnak találkozni, illetve szakmai tapasztalatot cserélni. Nagyon örülök annak, hogy a kiállításon egyébként a nagymamák, illetve a dédiknek a szobájában is annak idején látott és tapasztalt motívumok itt is most megjelennek, és ezáltal lehetőséget biztosítanak arra a legfiatalabbaknak, hogy megismerjék, hogy jó néhány évtizeddel korábban milyen ékességek voltak, amelyek díszítettek egy-egy lakást, illetve otthont, és emellett még azért számos olyan lehetőség adódik, amikor tudnak új tagokat bevonzani esetleg az érdeklődők közül. A tűforgatók kézi munkái a Csipkeház nyitvatartási idejében tekinthetők meg. Érdemes a nagy klasszikusok mellett néha egy-egy kortárs szerzőkönyvét is leemelnünk a polcokról. Lapozgató rovatunkban most nem egy konkrét könyvet, hanem egy egész könyvsorozatot ajánl nézőinknek a Bibó Gimnázium egyik tanára. Frederik Beckmann kortárs svéd írótól szeretnék ajánlani a halási tévénézőknek egy néhány könyvet, de azt hiszem, hogy az abszolút kedvencem az a Nagymamám azt üzeni, bocs könyv, ami egy kislány szemszögéből mutatja be, hogy milyen is a svéd kisvárosi élet. A nagymama, ugye a címben szereplő nagymama egy olyan karakter, aki mellékszereplő egyébként magában a történetben, viszont a kalandokat, amit Elsa átél, ő fogja elénk tárni. Ez egy nagyon szívmelengető könyv, tényleg egy svéd modern család életébe van betekintésünk, és hát az elbeszélés módjában egy abszolút kislányos, a világot épp felfedezni látó kislányt fogunk meglátni. Ez a tulajdonképpen a társasházuknak a lelkévé válik, aki eddig a nagymama volt, és itt látjuk azt, hogy a tulajdonképpen, akik látták a Szomszédok című teleregényt, azoknak ezt a könyvet nagyon jó szívvel ajánlom. Magáról az íróról, és nem véletlen hoztam más könyveket is, én szabadossági NIOK kapcsán találkoztam az íróval, méghozzá az első kötet, ez a Mi vagyunk a medvék című kötet volt, és ahogy itt lehet látni, ennek a folytatása az Egymás ellen. A Nagymamám azt üzeni, bocs, folytatásaként jelent meg az Itt járt Britt Marie. Britt Marie-ről ezt kell tudni, hogy a Nagymamám azt üzeni, bocsban még mellékszereplő, a társasháznak tulajdonképpen a házi asszonya, aki mindenkiről mindent tud, és éppen ezért a híreket eléggé gyorsan közvetíti. Itt viszont már úgy találkozunk vele, ahogy itt a történetben befejeződik, hogy 40 év után elhagyja a férjét, ugyanis rájön arra, hogy amilyen életet ő élt, az számára nem kielégítő, és a férje hűtlensége után egy rendkívül nehéz sorsú kisvárosban lesz futballedző, úgyhogy ő soha életében egyébként nem sportolt. Én a könyvsorozatot elsősorban olyan könyvrajongóknak ajánlom, akik szeretik az olyan valós helyzeteket olvasni, amelyekből tényleg van egyfajta tanulság, tehát hogy mi olvasók vonhatjuk le a tanulságot, egyébként erre az író törekszik is, hogy mindig nyitottan hagyja a könyveit, és szeretik az olyan karaktereket, akik tényleg az utcán velünk szembe jöhetnek. Most, hogy befejeztük az olvasást, jöjjön ismételten egy kis zene. A kiskunhalasi Frank Noémi életében az építészet és az éneklés ugyanolyan fontos szerepet tölt be. Aktualitásokról és tervekről beszélgettünk vele, ezt láthatják most nézőink. Szeretettel köszöntelek itt a Kultúrkép stúdiójában. Most már jó pár hónapja, vagy akár azt is mondhatom, hogy éve beszélgettünk aktualitásokról. Kérlek, mesélj arról, hogy te most hol vagy, mostanában ugye már nem Kiskunhalason vagy, hol tartózkodsz jelenleg, és zenei téren mi van veled? Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Én Budapesten élek már elég hosszú ideje az egyetem kezdete óta, de most már életvitelszerűen ott is dolgozom. Félállásban építész vagyok, félállásban pedig énektanár, szabad időmben pedig egyéb produkciókba igyekszem énekelni.
Azt mondd meg, hogy ezt a kettőt hogy sikerült összehozni, hogy egy kicsi építészet, egy kicsi zene, ez hogyan fér meg benned? Ez nagyon organikusan jött, mert én is ilyen vagyok. Mind a kettő a része, meg mind a kettőt nagyon szeretem csinálni, ezért is kezdtem el tanulni mind a kettőt. És ez teljesen természetes volt, hogy szerencsés is voltam, mert lehetőségem is volt rá, hogy ezt így párhuzamosan csináljam, és élvezem is nagyon. Segíti egyik a másikat? Lehet bármilyen kapcsot hozni a két különböző? Nevezhetjük mind a kettőt művészetnek, ha úgy nézzük, lehet közöttük kapcsolatot vonni, vagy összehozni? Igazából szerintem nagyon erőltetett lenne bármilyen párhuzamot keresni a kettő között. Az én életemben azt jelenti az egyik a másikhoz képest, hogy a zene kikapcsol, és a műszaki dolgokban pedig rendet és rendszert találok, és ezért így az én életemben ez nagyon jól kiegészíti egymást. És szerintem erősebb is vagyok így mindkettőben, hogy mellette van egy másik, ami segít. Lehet, hogy akkor majd a műszaki vonalról egy külön beszélgetést fogunk csinálni, most egyértelműen a zene miatt vagy itt a stúdiónkban. Mivel telnek a mindennapjait, hogyan kapcsolódik be a zene, mennyit énekelsz egy nap, mennyi zenét hallgatsz, mesélj erről. Elkezdtem tanítani, ez most a legizgalmasabb újdonság az életemben, aminek megvannak a maga kihívásai, még magam is csak kezdő vagyok benne, és ezért nagyon sokat tanulok a diákjaimtól is, illetve nagyon sok utána nézést is igényel még tőlem. Hál' Istennek van egy mentorom, aki ebben segít, Pákai Petra, aki az én énektanárom és kedves barátom. Most ez a legizgalmasabb zeneterén. Mellette igyekszem session munkákat vállalni, ami nem egyszerű még Budapesten se, illetve a napos oldalval. Hallhatnak a kedves nézők is, akár a környékben nagyon sokat játszunk. Annak idején, amikor a zenei karrieredet megálmodtad, akkor ez mindig is ott volt a terveid között, hogy idézőjelben a csakot, de nem csak énekelni szeretnél, hanem a tudásodat átadni másoknak és fejleszteni is másokat. Vicces, hogy ezt mondod, hogy amikor a karrieremre gondoltam, mert nagyon sokan felemlegetik nekem azt a Halas TV-s interjút, amiben elmondtam, hogy én igazából nem akarok zenész lenni. És ez teljesen igaz is, tehát én sose terveztem tudatosan, hogy én majd énekesnő akarok lenni, és sose dolgoztam e felé foggal körömmel. Egyszerűen csak annyira szerettem csinálni, és annyira igyekeztem mindig a közelébe lenni, hogy valahogy mégiscsak így alakult. A pedagógia meg a véremben van. A családom tele van pedagógusokkal, és azt hiszem, ez csak kiütközött előbb-utóbb. Ők hogyan fogadták, amikor bejelentetted, hogy akkor mostantól tanítani is fogsz, tehát te is csatlakozol a családtagokhoz? Hát anyukám már évekkel előtte mondta, hogy én nekem tanítani kell, és én biztos tanítani fogok, úgyhogy ő szerintem örült, hogy beteljesedett a jóslata és a kívánsága. Azt is mondtad, hogy különböző zenekari formációkban is szerepelsz. Néhány napja interjúztunk Dániáfi Gergővel, akivel miközben beszélgettünk, ott te neved is egyszer csak az előtérbe került, hiszen most volt egy fellépésed a zenekarával, de hogyan is alakult ez? Az ő verzióját már hallhatták a nézők, most a te verziódra vagyunk kíváncsiak. Igen, az akusztikus koncertjükben, tévéfelvételén vettem részt. Igazából tudom, hogy esett rám a választás a páromon keresztül, viszont a mai napig nem tudom, hogy voltak akkor a bizalommal irántam. Ugyanis úgy esett, hogy a tévéfelvétel előtt, a próbák alatt én olyan beteg voltam, hogy egy hang nem jött ki a torkomon. Tehát ők tulajdonképpen úgy engedtek engem kamerák elé, hogy még egyszer sem hallottak rendesen énekelni. És az utolsó pillanatig nem volt biztos, hogy nekem egyáltalán visszajön a hangom, vagy hogy felépülök erre a napra, úgyhogy én nem tudom, hogy honnan kaptam tőlük ekkora bizalmat, de nagyon hálás vagyok érte. De akkor ez is egy ilyen mélyvíz szituáció volt, mint például amikor a tanítást elkezdted? Ez is egy olyan mélyvízes szituáció, hogy akkor találkoztatok, akkor léptetek fel először így együtt? Nyilván igyekeztem készülni otthon, hallgattam a dalokat agyba főbe, meg zongorán próbáltam lejátszani, de azért nyilván volt bennem egy kis izgalom, hogy ezt gyakorolni nem tudtam, velük összepróbálni nem tudtuk igazán erősen. Úgyhogy mondhatjuk igen, hogy ez is egyfajta mélyvíz volt. És mik most így a tapasztalatok, hiszen a koncert lement, utólag hogyan értékeltétek ezt az estét? Hát azt hiszem, hogy maradhatok. Lesznek még olyan koncertek, ahol hál' Istennek én is
megjelennek a fiúkkal, sőt olyan is lesz, ami remélhetőleg tervbe van véve, ami még nagyobb hangvételű és több vendégművészt hív össze, mint az akusztik a jövő év folyamán. A fiúk meg voltak velem elégedve, hála Istennek. Én magamon azért hallottam egy kicsit még a betegség jeleit, de azt hiszem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy a helyzethez képest ezt a feladatot így meg tudtam oldani. Na és akkor tervezgessünk egy kicsit. Annak idején akkor ugye azt nyilatkoztad a kameráink előtt, hogy nem tervezett, hogy énekesnő leszel. Ezt a választ most már akkor elvethetjük, mert az lettél, és továbbra is az leszel. Hogyan tovább zenei téren? Mi az, amit mindenképpen meg szeretnél valósítani? Jelen pillanatban egy kicsit kielvezem ezt a szituációt. A tanítás újdonságát, azt, hogy ezt az építészet mellett tudom csinálni, és egyébként folyamatosan szeretném magamat is képezni, hiszen holtáig tanul a jó pap, és tudom, ismerem a hiányosságaimat, és a tanulás az továbbra is célom. Oké, hát akkor bízom benne, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, remélem, hogy majd nem is olyan sokára, akkor sok-sok sikeres növendékedről és sok-sok sikeres koncertről tudsz majd beszámolni. Nagyon szépen köszönöm. Hogyha szeretnék szabadidejüket hasznosan eltölteni, akkor van egy jó hírem, néhány remek tippel tudunk szolgálni a témával kapcsolatban, programajánló rovatunk következik. Aki unatkozik otthon, elmehet a Martonosi Pál városi könyvtárba játszani. Február első péntekjén délután 2 és este 6 óra között újra vár mindenkit a Tibor Társas Játékklub. Most is sokféle izgalmas játékkal készülnek, emellett olvasásra, egy-egy jó kötet kikölcsönzésére is biztatnak a könyvtárosok. Az intézményben az ott tartózkodás ideje alatt kötelező a maszkviselés. A Torma János Múzeum is számít az érdeklődőkre. Az állandó kiállítások mellett egy új időszaki tárlat is látható. Február 27-ig tekinthető meg Tóth Béla kiállítása. A múzeum egy játékot is elindított a kiállítás kapcsán. A részletek az intézmény közösségi oldalán találhatók. Elő lehet készíteni a jelmezeket, közeleg a rockfarsang ideje. Február 12-én este 6:30 kezdődik a buli. A jelmezes rock and roll show helyszíne a Tiszti Klub. Kedves nézőink, zenével zárjuk mai Kultúrkép magazinunkat. Az Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai muzsikálnak a következő percekben. Köszönöm, hogy ma is minket választottak. Kérem, tegyenek így jövő csütörtökön is. Viszontlátásra! Thank you.
A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette.